ember fejét nem gondolkodik, hogy mikor ilyen meg. Megint is kész. Te mit játszak a Zoli? Te is! Van, aki bevallja, van, aki nem. Kereven például úgy tesz, mintha nem félne. Boldizsár nem úgy, mintha jó kis mulatta rajta. Estékét. Estékét ők is szívesebben lennének oda az áthatók mögött. Átmennek azok az áthatók is. Átmennek, ha akarnak. De ezek nem akarnak. De csak itt továbbodok a vár körül, de hazamennék. Ők pedig kihagynának. Angus, azt mondja, hogy látta az egyiket tegnap a forrásnál. Éppen ívott, mikor odaérkezett, hát nem ezt szólt. Angus, hazudott, te nem ott tova vagy. Hát a szellem azért szellem, hogy ne lehessen látni. Mindjárt kész. Hacsa, ki nem borogatják a szellemet? Ha csak ezen múlva, én lennék a legkövélyebb köztetek. Hát akkor miért van mégis olyan sovány vagy, mint akiben hániára lélek? Én vártam, hogy az ember nem azon hízik, amit megeszik, hanem amit elspórol a világtól. Na. Ezért kiítól te is boldizsát. Ő mit spórol-e? Munkát. Rakja a követ, csak úgy tessék, lássék, de közben örülnek, hogy úgy is hiába való. Nem dolgozik, ez csak a kezét mozgatja. Akár csak ti. Hát így van, szakkörűves babonás. Beszélj, csak ellenem beszélsz. Ugyanúgy tész éjszaka, mint mi sötét rá jobban. De te hiszem, hogy vannak szellemek? Oh, a nyöszörd és halott éjszaka. Érzem, hogy a szellem járatlan. A sötétés, a szellem sokkal van a követ. Különösen, ha megfeledkeztek az alátámasztásról. Szellem döntött el, tudod, hogy jó. Vagy ha lett szellem, hát valami más. Földet tudja. És különben is mit számítjuk ott? A valóság számít. Azt mondja, amikor nyöszörgés halasz az éjszak. De tudod, hogy a fa hajlandozik, de mégis félsz. A simításnál tudod, hogy csak a szél. De mégis félsz. És amikor omlik a fal, akkor kitalálsz valamit, hogy erdélyra. Rosszul támasztottuk alá azért, de aztán mégis félsz. Erdély rakjuk. Szépen. Nem először rakok én falat meg a többi sem. Mégsem hiszitek el, hogy más hegyre építeni. A föld nem egyenes alatt a legtöbb elromlik a szemmértéke. Azt hiszem, hogy egyenes közben befele hajlik. Hiába mondtam eddig, hogy minden soron használják a mérő volt. Mérő meg mit mérte? Ha meg egy kis alapos megtámasztás, aztán mindjárt nem omlik. Omlik az akkor is. Miért nem omlott az a rész, amit én adtam Boldizsára? Nem omlott, nem omlott, tegnap előtt annak is a jobb tere. Persze, ha magával rántotta a tipa a részletek. Nagyon jó, nem tudom. De amit az ember nem szeretettel csinál, azt előbb-utóbb úgy csinálja, hogy rossz legyen. Legjobbat akarja aztán. Mégis úgy teszi oda a követ, hogy a nehezebben lelógjon kifelé. Úgy teszi rá a másikat is. Fölrak még rá, hogy három sor, a súly persze egyre jobban nyomja nyomja kifelé, és úgy kiburul az egész. Jó, akkor aztán elkezdi keresni a szellemet, hogy rámokassa az egyet. Azt hiszem, nekem kell magyarázni azt, amit 20 éve jobban csinálok itt. Mint ki? Mint akárki. Mennyi járva fogták indulásért, hogy a többületen a vidéken? Azt mondják, hogy ott szülik ott a gyermekét. Menekítja a kincsét. Hát azt is mondták, hogy egy földes itt végeztek. Ki az átlagban
a helyen, ahol te ülsz már. Gondolnak, hogy rád sokat. Gondol. Na mi akkor belőle?
tárgyalják. Az lesz a vége, hogy haza megy innen mindenki. Megszökte a gyávát. Hiszen ha félnek, ezek ugyan fölrevédik. Csak ne biztasson maga is. Megyek már. Mit üzensz valamit? Csak nem engedjük el éjszakára. Fél. Tán féltetek? Nem biztonságos ilyenkor járni. Sötételés után. Járni nem. Te itt marad is el. Jó, mondjuk. Nincs azt hiszem. Mindig félek ott, ahol félelemből csinálnak valamit. A legjobb lenne, hogyha hazajönnétek valamelyik. Tehát én mindig jobb elszaladni a rossz elől, mint segíteni. Ennek nincs kedve itt maradni, hogy jöjjön haza, mert mint rossz éjszaka lesz. Jó éjszakát, nővédesek! Megmondom, otthon kell, mert hogy nincs üzemi dolga. Azt nem várom meg, amíg lesz. Ne háborgassák a szellemet!
Most hát mindenre találnám módját, hogy ne háborgassanak minket, csak ki tudja azt a módot. Dolgozunk reggel, mentünk, kapjuk a falat, keverjük a mezet, kenjük a harnyát, tehát a reggel mind a fél kultamon rá. Kezdhetjük az egészet előről. Mondatok, hogy a miért rakadtál rá? Kapjuk miért rakadt, akkor meg a lapfartál rá megint. Vagy a feladat szelleme, nem? A kényszer szelleme. A kényszer, amitől nem lehet megszökni. Mi jöttünk ki, mert nem kényszer volt. Akármit is mondasz! Várat építeni! Bevehetetlen, megbízhatatlan! Csak éppen nem épül! Nagy dolgokat meg is csinálni, Máté. A Viskót építenél a patakpartján, ott ezek nem olvan, ugye? De hát nem csak Viskót kell építeni. Pedig az jobb lenne! Nekem most éppen egy Viskóra lenne szüksége! Viskót akar építeni, az menjen és építse azt. Aki azt akarja, az arra is való. Várat építeni, az olyan, mint egy háború. Nem lehet a katonáknak muzsikusokból toborodni! Vagy ha igen, hát szétszaladnak az első puskalövésre. Így jár az, aki rosszul toborod. Mi azt mondok, jobb azon menni. Persze, hogy jobb, gyerünk, gyerünk, menjen mindenki, aki nem hitt benne. Akkor igen, ha már egyedül van. Mert már senki sem visz be. Legjobb, ha te már is indulsz. Nem magamról beszélek. Itt vagyok egy hónapban, itt leszek még egy hónapig, vagy kettőig. Majd meglát. De a végén, ha majd mégis eredménytelenül kell haza, mert nem állt, nem lesznek csalók. Mert nem is szégyellem magam. A harcokat megharcoltam. Igyekeztem fölépíteni Déva várát. Tessék! De magamat megőriztem, hogy te. Nem adtam oda a bűnöket. Magamat nem. A munkám, a testi előtt. Ha eltemet aztán. Azért nem lépjük. Hülyeség! Az építés az nem léleskre, hanem ő, hava, szemlélték. Te mondta, miért a karod, az izmai? Mindenki ezt a lelkedve. Azt megtartatod magam. Ilyenkor érzem, hogy mit hiány. Nem mondott volna, de ma leomlott volna volna. Vagy holnap után, vagy 10 év múlva. Számít az egy-két nap, vagy egy-két év, az öt-két évsághoz képest. Itt fáj, fontálnak is, ha már képít. A falat nem robolja semmi, csak összeről van, nincs, ami tartsa. Omlékony hagyad a kő, fölmazsolja a holnap, meg a holnap után. Erősen kell hozzá, hogy mazsolja. Tisztek is utat válj vele. Lehetett kéne behagyni, hogy időállon legyek. Adott helyet! Az mi hasznos el? Égestélát hazamér! Lépj a rendre! Mondd rá, hazamér! Add el a fejedből a házat! A szolgálban a lányod! Rakd meg a fiat! Hondástak az apád! Gyere! Gyere, mit a hasznod! Meg is veled folyam velünk, kedvesem! Hasznod, hasznod az lesz! Nem lesz fiad meg apád! Meg te jövök! Házat, segítsenek, csak hasznod! Ha hasznod akarsz, meghatod akárból! Istenek építették, akik volt bevehetetlen. Nem káromod az eget kellemet. Mi nem vagyunk Isten. De nem Isten akarok ide lenni, ember. Ember, aki hagyta a törvényt, a teljességet akarja. Akarjátok, ti is a teljes. Az majdnem olyan, mint hogyha üdvösséget akarnátok. Üdvösség a papok tanítása szerint csak a más világon létezik, de ez itt meglelheti bárki, csak ne sajnálja a lelkét hozzá, a kevétnél még különben. Miért? Hát, hogy éljük. Az életért magáig is. Ez az egyetlen, aminek önmagában is értelme. Sajnálom a kórdiságot, de csak kényszerből emeled magasra a tartja. És nem azért, hogy beszél alatt hasonló az ember.
Schindlerfej távol. Csak egy van belőle. Adjam ezért a várért! Lélektelenül élni rosszabb, mint lélekkel meghalni. Magamat nem kell kényszerítenem, titeket nem akarnak annyira hazatni, most gyerek, gyerek hazat! Én a megváltást csak magamból várom. Várj csak! Én itt abba hazamegy is várom! Nem a hazamegy! Én is azt kérem! Szégyellene is hazamenni! Nem, meg nem is kifizetődő! De ez nem megy ingyen! Jó, nem is ingyen akarnám! Csak tudnánk a módját! Átok ül az idéken, ugye már? Átok, bizony! Egy asszony átka, egy rossz asszony! Látjátok a szellemet? Csak a befalkozásról, hogy a
hiszi a több is, de nevetsz, de már nem hiszem. És én hiszem, de én nem nevetek, mert több hiszik. És én kevésbé hordítok meg, amit. De ha majd itt lesz az azt, ezek nem is bekezdésünk. No, vannak a vakulókban állít, hogy rakják körni a tömeg. Térni, terépni, válik, aztán föl. És várják, hogy az asszony tartsa meg a falat. És meg is tartja. Nem az asszony, hanem a kőbőbe se finna. És ez lesz a csoda boldogság. És elég olcsó is. Én vagyunk egy járvét. Mondom, nekik olcsó. Máténak és Izsáknak ugyanis nincs felesége. Sedőjét pedig három napja volt itt. Úgyhogy ő is könnyen szerződött. Persze igazad meg. A csoda azért őket is megérinti. Majd boldog csodát látnak, mert ők semmit sem kockáztatnak. Most a gyengébet kívél, úgy látom. Na akkor hozzám kíméletlen lesz, mert most nagyon erősnek látszik. Nem csak most. Ne. Félni nekünk van több okunk. Bátor felesége is volt már. Gyulái is! Andi is! És a tiéd? Nem vártad el a múlt héten is, míg kívül nem hozták, hogy beteg a gyerek. És nem imádkozol rá most kérlek. Hogy csak még egy hétig legyen beteg a gyerek. Csak még egy hétig ne nyúlhasson el az asszony. Nem imádkozol el is, ezt kell meg. Mert ha igen, akkor te is mások szerencsétlenségére stekolálsz. Akkor te is farizelus vagy. Hamisokkal játszol. Így könnyen lehetsz erősen is várnak kellene. De mi lesz a bátorságoddal? Ha a saját feleségedbe kell raknod a martelt! Mondani valamit. Mondjak! Azt, hogy én nem vállalom ezt a tegnapi megállapodást. Nem vállalom, mert nem éri meg. Nem lenne istenes dolog, hogy egy ember életével építsünk fel egy várat. Meg a szabadán hátra éppen rákerülni a sok. Igaz? Igen. Hiszen nem mondom, nagy dolog ez a vár, fel kellene építeni, az biztos. De ha ez az ár... Szóval a feleségedet, érted? Igen. És ha a másik jönne? Én nem várom akármi történik. Aki akarja, tartsa magát az egyenséghez. Én azt mondom, nem. És ha a másik jönne? De hát az egyéb jön! Jól van veledet! Senki se kényszerítve. Várj! Ne nyilatkozz a többiek. Na és mondd csak benne. Mit szólnak hozzá többiek? Azokat még nem mondtam. Mondottam nektek először. Mert ő díjöltetetek. Veledek! Hogyha jön egy asszony, mondjuk a boldizsári, vagy az angolsi, vagy az enyém, mondjuk. Rakán köré a kövér, térni, teréki, válik föl. Megtartaná a falat? Biztosan. Miért gondolok, hogy jobban tartanám, mint így a majd el magában? Miért? Mert lehet, hogy ha más asszonyát raknám, akkor miért gondolnám? Ne rakjuk hátra az enyém jön. És mondd csak bele! Ha neked nem lenne feleség, akkor is kiléptél az egyesség? Nem lenne. Akkor nem igen. De nem tudom, hogy kinek ér meg ez a vár egy asszony. Nektek megéri? Ezt így nem lehet összerűen. Bár se kérdezi, hogy megéri-e vagy sem, hanem megköveteli, mint a háborúba halottak. Én azt mondom, visszalépek. És mondd csak veledek, mit szólnak hozzá a többiek? Nem bánom, hogy mit gondol a többiek. Ne kell őket kérdezni, mert ha valaki kilép az egyességből, akkor az nem érdényes többé. Én akkor sem! Mondd csak veledek, egyáltalán úgy képzeled ezt. Csak úgy kilépsz az egyességből. És aztán mit csinálsz? Hát mit tudok haza? Haza? Válaszolj itt majdnál, hogy valsz én eszembe? Én, nekem nem éri meg a kockázatot. És lemondasz a pénzről is? Jó van, Benedek, menj haza. Menj haza. Aztán ha otthon megint szellemeket látsz, akkor bújj a feleséged szoknyájára. És gondolj arra, hogy a feleséged szoknyája megtartotta volna Déva várát. Persze csak úgy, ha benne lett volna. Nem mondom, ha tudnám, hogy nem az én feleségem. Ha tudnád, ugye? De már régen nem volt itt. Nagyon esedékes, hogy jöjjön. Ma várom majd két napja. Hát nem igazság! Most erről az, hogy a tegnap előtt volt itt, nem ír újra egy hétig! A múlt itt nem emel, Gyula felesége volt itt! Azt sem jött maga! Ilyetek voltunk az este, babonások, elhamarkodtuk el.
az egész egyességet. Úgyhogy aki akar, visszalépjen. Ilyettek voltunk? Hát ma este, vagy holnap este, nem lettünk ilyettek? Nem voltunk részegek. Hát azt akarod, hogy felépüljön, nem? Építsétek! Haza megyek! Ingyen menni, és sehova nem lehet visszavonni, megegyeztünk. Akkor is így beszélsz, hogy te azt mondod, hogy... Megegyeztünk, nincs itt miről beszélni. De könnyen beszélsz, meg egy nagyon feleségem védek te a hétben. És mit tudsz? A hazavisz könnyen lesz. Hátok van itt már mindnyájukat. Mindenki, aki hozzátokat építeni ezen a vidéket. Elkísérok, Petré! Jó. Akkor most éppen kimondjuk, hogy semmi se tegnapi egyesül nem érvényes. Mostantól mindenki azt csinál, amit akar. Megkötöttük, hát megkötöttük! És amint a láthatáron feltűnik az első asszony, akkor mind a 11-en arra gondolunk majd, hogy hál' Istennek nem az én asszonyunk jön meg. Esetleg még követelnék sokik az egyességet. Ugye? Úgy van! Esetleg nem is öljük azt, aki nem akarja feláldozni a feleségét. Ugye? De hát ez kell nekünk! Tévavára kell nekünk! És önnünk kell, mert csak akkor érezzük magunknak valakinek! És hogy ne sokat késlekedjünk az öléssel, az úton jön is már valaki! Én nem vállalom! Én mondom, hogy nem vállalom! Nem a te asszony! Most már vállal. Én úgy látom, kellene felesége az! Hát
aztán, ha valami asszonyi munka kell, amivel segíthetek, majd segítek. Hiszen nem tettünk róla. Így hozta a sors, ugye? Igen. De mit mondasz, Gyula? Én? Semmi. Azt, amit tegnap mondtam. Sebültek? Hát? Én is járhattam volna itt. Volt is el. Hallod. Ezek akarják. Ezek mit akarják? Azt akartak, hogy akarják. Mi van veled? Sajnos semmi. Megyünk is ma. Majd belemen elmondja. Sok baj van ezekkel a barak alapkal. Pedig engem is eladnál egy pár lencsét.
És az érdekeit úgy kívánnak rajtam is keresztül vázolni, hát akkor azt mondtam neki. Elment a húgomhoz. Nem jön többet vissza. Én akartam, hogy ne jön többet vissza. Nem is elég jelent, hogy mi vagyunk. Azt, hogy ide jöttél, az a kettő
szintén ugye ez a vár. Az ember mindig elfáradhat, valaminek a végére ér.
hiszen te is mindig azt mondtad, hogy nem a kövek egymásra rakása a munka, hanem az akarat, amit beleadunk, hogy álljon a fa. Mibe fáradtatok ki? Jaha, semmi, csak éppen mondom, hogy éppen azt mondom, hogy holnapra beteges. De... kész alá! Holnap ünnepélyesen megnyitják a kaput. Kitűzik a város robogóját. Nekünk is átadják a kitüntetéseket. De már... gondolom, a kialkudott éren kívül kapunk még valami jutalmat. Én is azt hiszem. Legalábbis remélem. Az jó a remélet. A remény érve. Ez úgy érve. A remény jöntetett itt egy heteken át, akkor is a... ünnepség lesz, meghívtak mindjárt, ott fogunk ülni a 10 helyet. Az. Nagy ünnepség lesz, biztosan. Hiszen nevezetes vár ez. Soha ilyen drága várat talán még nem épített. Hé! Annyi pénzt kapok! Meg is érdemeljük! Drága árat fizettünk érte! Szerintem. Fizettünk, na így mondta, fizettünk, mi 12-en. Mi 12-en, de te ebből mi? Se rám is kerülhetett volna. Hogy? Meg aztán lélekben én is együtt voltam veled akkor, meg előtte. Én is végigéltem azokat az éjszakákat, amikor omlott a fal, mikor a szellemek mászkáltak felettünk. Kihlottam én is, lefogtam bele, végig szenvedtem. De nem az volt, tegyünk már, ami volt, hanem ami van. Ne bárkodj, hogy kellemen, holnap eszére te is érzed majd, hogy szép a világ. Mi te is előről kezdheted az életedet? Te! Ha én haza kerülök, házat építetek. Hagyjátok, építetek, nem magam építem. Elsétálok a kapjával a házam előtt, és nézzük, hogy van rakja, mások a falat, ahogy én raktam el. Nagyon nagy. Látod, mások csinálják azt, amit én csináltam eddig. Csak hát, keresem, érted? Attól függ, persze, mit jelentesz meg a körülbeseit. Ha ugyanazt, amit magadtól, akkor ugyanannyit éljál meg. Oh, hát akkor én menni körélek meg. Szóval akkor, amit kerestem, mind rákültetem a házat. Akkor mi marad meg? Mert mást is akarok én, nem csak házat. Isten. Tudjátok, rossz egyedül. Várt az ember, ne menjünk minden a házasság, szegénység, egy szobára. Legyen az ember a maga uga. Déva várja volt, mint úgysem. Én is azt hiszem. Hát, most te maga uga vagyok. Na. Már sokszor törpen nem maradt éjszakára kép, amikor omlott a fog. Sőt, utána... Kis kockázat, nagy nyereség, nem szégyenez Máté. Hát, nem is, mintha szégyen volna sok éppen. Mondom. Hát végre hogy megáll Névavára, vagy nem? Annak is örültem, ha másabb, hogy foglalt egy bombot az ingerre. De aztán, hogy az ember megszerezte a pénzt, meg
megházasodik, hogy ne kelljen más asszonyával én gombot varratni, vagy falat támasztatni. Miért beszélünk erről? Egy hónap óta hallgatunk róla, senki sem szólt egy szót sem. Hát akkor bírjuk ki már ezt az egy napot is, ami még hátra van. Szomorú, hogy éppen a te feleségnek. Én nem tettem róla. Ha én feleségem lett volna, Isten tudja, hogy mit csináltam volna. Aki embert költek pénzbe, én kér! Nem pénzem! Olyan mi?
kapni? Ti, akiknek csak a pénz kár! Végített az érzéket is. Tudom, mit hittek. Nekem nem kell vérni a máért, érted? Ennek! Ennek a 20 part! Szabályátok tele magatokat! Rúgjatok meg, mint az állat! Az tűnik, hogy más nem olyan, mint te. Mindenki a maga boldogságát keresi. Máté úgy, hogy házasasszony lesz. De pedig úgy, hogy építesz és igyekszik, hogy elhitetni, hogy ez az élet legfőbb öröme. Ki úgy? Az élet az, amit megszerzik magukat. Megszerzik. És ha régen karddal szerezték meg, most pénzzel kell. Pénzzel. A romantika elmúlik. Pénz. Pénz megmarad. És aki ezeket a tényeket nem veszi tudomásra, az ebben a világban nem érhet meg. Hiszen megfelel az emberiségnek. Thank you.
Mit mondott a kaput? Most már nem mond semmit. Bezárták a kaputokat. Messze elkerülünk a ház alatt. Mit akarsz én? Kíváncsi vagy, hogy szinta? Félsz, hogy megkövetnek, hogyha... Nem félek! Pedig félek. Most már kipréditált a templomon kétszerét. Mit várod én? Ha beteszed a lábad, megkövetnek. Adjon be! Mit adjuk hozzá az én dolgom, nem? Azt mondják, hogy pénzért lettem. Mert hogy parázdaságból, mert máshoz szólt. Értette? Nézzék meg, Dévár! Ez az én bűvem, érti? Az enyém! Gyerünk, előtt nézzék meg! Persze nem érti ezt senki. Ezek sem, akikkel együtt raktam a falat. Együtt raktuk be az asszony, de nem érti. Azt mondják, hallottak mindegy. Az asszonynak mindegy ott a falban. Meg igen. De azért őket nem mindegy. Miért érjen különben, ha nem azért? Valami maradandót vagyunk magunk után. Nem értik. Ezek is. Kiapáltak, üvöltöztek, hogy az életüket adják a várjátnak. Úgy adták és óra még a falat, hogy mindig ramadt. Én néztem, hogy ha figyeltem, hogy tulajdonképpen mit is adnál a kezem volna. Sejtzenek, most a pénzbe körülnek, érti? Pénznek! Annak a pénznek, a pénzzel ezt nem megnek. Nem jól csináltam, mit voltak ezt? Hoztuk el belőle, legyen! De ez a vár az ár. Látja. Látod. Rákok a vár. Itt áll majd szállítóba is. Az emberek nem fogják elfelejteni, hogy kőműves kell emelni a vár. Szép vár. Jó vár. 100 év múlva is hirdeti ez a vár az emberi kéz munkáját. Hiszen hirdeti az sok vár. És egy se ingyen. Mindegyikhez kellett az áldozat. Meghaltak abban mások is, nem csak a te feleséged. Egy miattyákot mondtak a lelkünk, senki se keres felé. Meg kell azért mindennek adni az állat. Nyugodj meg kell. Nyugodt vagyok. Csak nem tudom, hogy ezek vagy ilyen pontok. Hogy mindegyik értatlanok örülnek majd annak, amit én a saját testemből kiszabítva csináltam. Tudom, érnek a bukaja? Még érnek annak, amilyen voltam olyan bátor, hogy a saját feleségem tartottam a bal. Furcsa egy ilyen bár. Voltam már ilyen. Ilyen, de még nem volt. Ez minden nélkül. Elviszem. Elhúzzák a kaput, hát a madár se jutott meg. Vagy csak a madár. Ha kint neked valaki kiáltozhat reggeli, addig nem eresztik le a kaput. Reggeli, de jönnek majd a szekeret, tisztet hoznak árut. Mennek az emberek a piacra vásárolni. Vagy az emberség fölhúzzák a kapukat. Lélek nem teheti be a halálát. Boldogan élnek majd az emberek a fal mögött. Sokat ér egy ilyen vár. Sok pénzbe kerülhet. Maga is mitől beszél? Maga is pénzzel mérjük, érti? Én nem, hanem aki értik be. Mert annak biztosan meg. Mert mágodszer majd az erre való utat. Nem lehet ingyen átmenni, hogy a tisztet akarnak vinni az úton. Behozza ez a vár az árát hamarosan, amiben már eddig került. Mert amiben ezután kerülték, mert nincs eddig készen. Sok munka kell végre. Palotát is éti vele, mert nem csak a puszta falat leszik. Boldogan élnek majd, akik benne jön. Mit érnek elején, hogy kik élnek benne? Én csak úgy mondom. Nem csak a jövőt szolgálja ez a vár. Szolgálja a jelent, és azok, akik benne élnek. Akiknek kívül vannak azok, hogy szeretnék elfoglalni. Megölnek még ezért egy pár embert. Azt akarja nekem bebizonyítani, hogy gáz volt megépíteni a várat. Nem volt. Bőműves vagy. Az a dolgot, hogy én. Én csak azt mondom, hogy Anna ott áll a falban évszázadok múlva is. Akkor is, amikor a vár ura nem tudja hajtani. Egy asszony azért halasztam be elevenem, hogy ő majd jó sok vámot szeretett. Figyelj, nekem semmi és senki nincs ezen a váron kívül. Nincsen feleségem. Meghalt a gyerekem. Megtagadott a anyám.
kitakarott a falu, kiprédikált a pap, senki mi semmi nincs ezen a váron kívül. Hát ne akarja most még ezt a sárgalizet. Egy hét múlva be se eresztenek a kaput. Nem a kaput. És miért mondja ezt neked? Hája? Minek mondja ezt? A munka keserves, a munka is szenvedés. Belefágyol az ember, belefagy, amíg a követ rakja. De közben a műre gondol. Hája? A műre, ami legyen az áldozatot. Áldozat nélkül nincs erre ki. Én születésünkért is a lakás szenvedés a fizetső! Nem hiszi el. Nem hiszi el, hogy megért. Itt várom én, hogy ki élsz. Hogy ki napja majd bennem, ha egyszer kész tart.